A pénteki nap megalapozása után a szombati Vínom Dánom Borfesztivál hangulata tovább fokozódott, délutára benépesedett a Makovec tér fiatalokkal és idősebbekkel, valamint családokkal. Az időjárás is kedvezett a kikapcsolódni vágyóknak. Számos pincészet és borász volt jelen, akik kínálták boraikat a makóiaknak és a térségben élőknek. Bálint Zoltán Arad-hegy aljáról érkezett. A Ménesi borvidékről. Hát mit mondjak, az Arad-hegyalja az egyik legrégebben jegyzett borvidék a Kárpát-medencének. Ugye, hogyha magyar szemvegen keresztül nézzük a szőlészkedés borászkodásnak a történetét, akkor ennél korábbi feljegyzésű borvidék nincsen. Egyébként a Ménesi borvidék a kadarkának az igazi hazája, és aki ménesi bort iszik, hogy mondjam, szikrát ad a szerelemnek a ménesi bor, szárnyakat a gondolatoknak, és kandallótüzet a barátságnak. Ezt nem én mondom, egy költő mondta. Hozzátette. A bor csak is társaságban érdemes inni, amire most ez a fesztivál remek alkalmat teremt. A rendezvény zenei hangulatáról DJ Matesz mellett este a Coco Bongo zenekar gondoskodott. A formáció tagjai már évek óta együtt zenélnek, akik örömmel meséltek arról, hogy milyen sztárokkal dolgoztak már együtt. 2000-ben jött el az ötlet, hogy csináljunk egy latinos bulis formációt, és akkor mentünk erre a latin vonal felé, és akkor közben jöttek a Laci segítségével, sikerült sztárokkal is föllépnünk, kísérnünk, többek között a László Boldizsárral, akkor kivel voltunk még? A Nikával, Veresmónival, Péli Barnával játszottunk, és elég. Úgyhogy így aztán pörögtek az évek, és akkor egyetőbb buli, voltunk sokat vidéken, Makón is itt sokat voltunk. Továbbá arról is szó esett, hogy milyen zenei palettával készültek Makóra. Jó széles lesz az a repertoár. A borfesztiválokon ugye az szokott lenni, hogy gyakorlatilag megvárjuk a Maligán fok emelkedést, és hát nyilván az elején sok-sok mindent játszunk, tehát igényesebb jazz muzsikától kezdve, popzenéig nagyon sok minden belefér, és hogyha elérkezik odáig, hogy hajlandóságot mutat a közönség akkor a bulizásra, akkor minden belefér. Lakos latin. Tényleg nem azért, mert Makón vagyunk, de tényleg nagyon jó a közönség, és mindig szívesen fogadnak benneket, hogy mindig jó hangulat. Szomszédok vagyunk, mi Hódmezővásárhelyen alakult a zenekar, és hát hasonló a közönség is. Nagyon sokszor megfordultunk már, gyakorlatilag itt a szomszédban, a Gloriusban is nagyon sokszor itt jártunk már, sőt a Hagymatikumban többször is játszottunk a Szilveszterkor is egyébként. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen bort fogyasztottak a kilátogatók, és mi a véleményük a rendezvényről. Munkatársakkal jöttünk, és nagyon jól érezzük magunkat, még a levegő is jó. Esetleg milyen bort fogyasztott? Muskotályos, édes bort. Nagyon jól érzem magam. A munkatársakkal együtt erre vártunk. Köszönjük szépen. Milyen bort fogyasztanak? Mi az, ami finom? Melyik? Hát ez a muskotályost iszom. Nagyon finom. Köszönjük a polgármester asszonynak, hogy ilyet is tudott létesíteni a mikorosztályunknak is. A rendezvény nem jöhetett volna létre a támogatók és szervezők nélkül, akik azon fáradoztak, hogy az esemény hagyományteremtő legyen, és mindenkiben egy pozitív élmény éljen. A széles kínálatról 6 borvidék, 20 borásza gondoskodott, így tényleg mindenki talált kedvére és ízlésére való nedűt, amelyet az este folyamán fogyaszthatott. A Kiskaska kézműves vásár is színesítette a programok kínálatát a táncosok, fellépők, illetve a zenekarok mellett.